Sok szeretettel köszöntök mindenkit az én nevem Zsolt. Szeptember 30-án tartott sajtóeseményt a Xiaomi, méghozzá Magyarországon, és nem online, hanem offline, tehát közönség előtti formában szerencsére, ahol bemutatkozott többek között az a Xiaomi 11T, illetve Xiaomi 11T Pro is, ami már pár héttel korábban látott globálisan napvilágot. A 11T sorozat pedig már AMOLED kijelzőre váltott, az egyik legnagyobb hívószava pedig nem más, mint a 120 wattos gyors töltés, amivel akár 17 perc alatt fel lehet tölteni a készüléket. És hát Kicsit tegyük izgalmasabbá ezt a videót, hogy a kicsomagolás előtt, mert kaptunk újságírók egy ilyen nagyobb csomagolást, amiben több érdekesség is leledzik, de ami a forgalomba kerül majd az ez a doboz, ilyen kis fehér, egyszerű szelence, ami rengeteg mindent tartalmaz. De vajon ez az ígért 17 perc ez mennyire teljesítető? Én meg is néztem, egy timeless formájában készítettem videót arról, hogy teljesen lemerítve a készüléket vajon hány perc alatt érj el a 100%-os töltöttséget. Hogy micsoda? 5 percnél már 19%-nál tartunk? 20! 10 percnél már 66%-nál tartunk. Na hol tartunk 14 és fél perc után? 100%! Elnézést kérek, hogy álló formában került felvételre ez a kis videó, de én keftelésből TikTok videókat is készítek és oda vettem föl ezt elsődlegesen, de tény és való, hogy kikapcsolt állapotban kevesebb is, mint 17 perc alatt fel lehet tölteni ezt az 5000 mAh telepet, ami tényleg hihetetlen eredmény, de grafén alapú telepről van szó, tehát nem kell félni. 800 töltés után is még 80%-os állapotot ígér a Xiaomi, tehát elég korrekt eredményekről van itt most szó. A mostani videó tehát tényleg inkább arról fog szólni, hogy mit kapunk a dobozban, mik az első benyomások, mit tud maga a készülék, egy későbbi test során pedig részletesen elmondunk majd mindent róla. Lássuk tehát, hogy mit található az újságíróknak szám, illetve a forgalomba kerülő csomagolásban. Ilyen különleges csomagolásban és némi ajándékkal kísérve kapta meg minden újságíró a legújabb csúcsmodellt, vagyis a Xiaomi 11T Pro-t, ugye most már, ahogy említettem is, a Mi középtak kimaradt az elnevezésből. A doboz viszont ugyanolyan, mint az eddigi modelleknél, jól látható rajta a 11-es sorozatba tartozás, illetve a készüléknek a neve, valamint az is, hogy Harman Kardon hangszorókkal rendelkezik ez a telefon, de hamarosan majd erről szót is ejtünk. Van még mellé egy ilyen kis selfie bot, aminek a különlegessége, hogy rendkívül hosszan kihúzható, tehát ezzel azért demonstrálható, hogy milyen mozi képességekkel rendelkezik a telefonnak a 108 megapixeles kamerája. Sajnos a végleges csomagolásban természetesen ezen nem fér bele. Ezen kívül pedig van még egy ilyen kis kitűző is, hogyha valaki szeretné, azt a salmi hozzátartozást mindenkinek megmutatni, hogy bizony, márka fanatikus, akkor egy ilyen kitűzővel ez bármikor meg is tudja tenni. Illetve még emellé az ilyen kis újságírói pak mellé járt egy különleges tok is, ami szintén egy ilyen kis fekete hátla védő, jól néz ki, és különlegessé teszi egy picit a telefon, sajnos a végleges csomagolásban nem ilyen kerül, de csak izgalmasnak mondható, és mindenképpen szerettük volna megmutatni nektek. És akkor íme a csomagolás, 108 megapixel Harman Kardon 11T Pro, ugye érkezett ennek egy 11T variánsa is. Leginkább az a különbség a két telefon között, hogy ott nincsen Harman Kardon fémjelezte hangszorópáros, de ettől függetlenül stereo hangzásra képes, illetve a Dimensity 1200-as chipsettel számolhat majd a felhasználó, illetve természetesen azért kedvezőbb árral picit makacskodott a doboznak a szétnyitása, de azért rögtön látszik, hogy hogyan is épül fel a csomagolás ahogy már megszokhattuk, a tetején van egy külön kis fok, amivel belehelyeztek egy szintűt, ezen kívül pedig jár néhány használati útmutató, plusz egy szilikontok is, hogy védjük a telefonnak a hátlapját, tehát nem kell rögtön a boltba sétálnunk és vásárolnunk egy ilyen védelmet biztosító tokot. Ez azért mindenképpen kedves gesztus a xiaomi -tól. És itt van maga a csúcsmodell, jó néhány specifikációt fel is szoroltak, ezek közül a legizgalmasabbak közé például az is tartozik, hogy Snapdragon 888-as lapka hajtja, 120 Hz-es AMOLED kijelzőre váltott most már a 11T sorozat, ugye a korábbi generáció még 144 Hz-es IPS-sel rendelkezett, illetve 120 wattos HyperCharge vezetékes töltésre képes a telefon, ezek azért elképesztő dolgok tényleg, hogy most már 17 perc alatt föl lehet tölteni a készüléket, és ugye ilyenkor jön a kérdés, hogy vajon töltőt mellé kell le a gyártó mellé, bizony itt van a 120 wattos adapter, ha kijön, vágás, Bizony 120 wattos adaptert csomagol a gyártó a telefonja mellé, pedig nem is ez a legdrágább készülék. Ezzel nem csak magát a készüléket lehet tölteni, hanem más eszközöket, akár konzolt vagy laptopot is. USB-A-ban végződik a hátulja ennek az adapternek, és nyilván ehhez egy speciális, vastagabb kialakítású USB-C kábel is jár, szóval mindenképpen ezt a párost használjuk akkor, hogyha ki szeretnénk aknázni a 120 wattos gyors töltési képességeket. És akkor vegyük le ezt a gyönyörű csomagolást a telefonról, teljesen most újonnan bontom föl. Ráadásul ebben a különleges ilyen kékes árnyalatban, ami úgy csillan éppen ahogy a fény fordítjuk, tehát napfényben egy picit másképpen néz ki, szerintem baromi jól mutat. Tényleg ez így egy sokkal elegánsabb kivitelt és trendibb kivitelt jelent most így a legújabb Xiaomi 11T Pro-nak. Én személy szerint mindenképpen ezt választanám a fekete ellenében, és látszik, hogy 5G képes telefonról van szó. Most pedig az első bekapcsolás következik, rögtön látjuk a Mi logót, most már csak a Xiaomi-ban láthatjuk ezt a Mi feliratot, a középtag ugye eltűnt, és a mi új felületnek a zenéjét hallhatjuk. A szokásos beállításokon kell keresztül végigmenni, ugye ez azt jelenti, hogy a régiót meg kell adni, a nyelvet be kell állítani, illetve valamilyen Google fiókkal is be kell jelentkezni, ezután pedig majd érkezik az a feladat, hogy új lenyomatot tudjunk hozzáadni, pont azért, hogy biztonságosabbá tegyük a rendszert, illetve a telefonon tárolt adatokat. Ezt a néhány perces folyamatot most én inkább kivágom a videóból, tehát jöjjön a főoldal, illetve a menürendszer, Nyilván majd a részletes tesztünkben bővebben is beszélünk a telefonnak a képességeiről, de hát néhány szóban azért említsük meg, hogy mit tud. 8,8 mm-es vékonysággal rendelkezik a készülék és 204 g-ot nyom. Ez annak is köszönhető többek között, hogy 5000 mAh kapacitású akkumulátor került a burka alatt alá, ami hát nyilván akár két napos üzemidőt is garantál, de hát nem kell csüggedni, hogyha mégis esetleg hamarabb lemerülne, hiszen 120 wattal lehet tölteni, vagyis 17 perc alatt teljesen lemerült állapotból 100%-ra etethetjük. 6,67 incses ez a panel, tehát nyugodtan lehet rajta tartalmat fogyasztani, és Snapdragon 888-as lapka hajtja, 108 megapixeles a hátlapi kamerája, szóval igazából mindent tud ez a készülék, ami a mindennapokra elegendő lehet. Hogy pontosan mikor érkezik el a készülék az MI Store-ba, illetve a xiaomihu az még egy kicsit kérdőjeles, elvileg október-november folyamán ez meg fog történni. A bruttó végfelé felhasználó jár, pedig 8 perc 128 GB-os kivitelben 249.990 forint, dupla a tárhelye pedig 269.990 forint, a pedőtnek is érkezett ára 149.990 forintba fog kerülni, a Mi Scooter Electric 3 pedig 170.000 forintért vihető majd haza, de egyébként is sok más olyan termék bemutatásra került ezen a sajtó eseményen, ami már nálunk kapható, például az elektromos fritőz, érdemes megnézni, hiszen arról is készítettünk már videót. Én remélem, hogy tetszett ez a kis kicsomagoló, hamarosan jelentkezünk a részletes teszttel, és remélhetőleg ha hamarosan már az MX-tólokban is meg lehet tapogatni, illetve vásárolni ezeket a csúcsmodelleket. Köszi a figyelmet, még egyszer szép napot kívánunk mindenkinek, és ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, an Instagramon, valamint a salmilife.hu blog oldalon. Sziasztok!